Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntelek benneteket és minden kedves megjelentet. Először is egykori régi kedves kolléganőimet. Örömmel mondhatom, hogy ugyanolyan kedvesek, aranyosak és fiatalosak, mint egykoron. Gratulálok nekik. Kedves régi kollégáimat, akiknél nagyobbak a változások, pláne ha magammal kezdem a sort a tükör előtt. De ettől függetlenül köszöntöm őket, kedves vendégeinket, meghívott vendégeinket, a Neumann János Számítógép Tudományi Társaság tagjait és minden kedves megjelent érdeklődőt. Nagyon pergősek és nagyon rövidek próbálunk lenni. Az üdvözletem egyébként szólt a magam nevében és szólt minden más kedves kollégám nevében is, akik egy ilyen filmkockaszerűen itt fel fognak jönni egymás után, és egy ilyen pergő ritmusban megpróbálnak ők abban segítségünkre lenni, hogy együtt felidézzük, és együtt emlékezzünk, de inkább talán felidézzük, az jobb szó, az egykori tevékenységünket, hogyan dolgoztunk, milyen körülmények közt. A bevezető részben Kutas János lesz a segítségemre még, aki látni fogjátok, hogy egy adott résznek abszolút ő a kompetens személye. No, hát akkor vágjunk is bele. Ugye már egy-két pedzegetés volt arról, hogy miért is érdemes itt a nagyműhelyek sorozatban beszélni az OSV-ről. Én ebben megpróbálok, sikerült tovább lépni, nagyszerű. Én ebben megpróbáltam néhány indokot felhozni, hogy miért is kell, és miért is jó, hogy mi az OSV-ről beszélünk. Először is az OSV alapításának a körülményei, azok nagyon speciálisak. Egy annak az időszaknak gazdasági, politikai jellemzőit, stiklieit és egyéb gondolkodásmódját nagyszerűen tükrözik az a mód, ahogyan a mi létrehozásunk megtörtént. A második ok, amiért érdemes erről beszélni, ahogy a Laci már említette, a nagy műhelyek sorozatban szereplő műhelyekhez képest mi valahogyan se nem a terméket előállító, legyen az szellemi, legyen az egy műszaki emlék, se pedig nem a szolgáltatói, elsősorban adatszolgáltatóira gondolok, oldalon nem álltunk, valahol a senki földjén voltunk, én ezt így szoktam fogalmazni, ami azt jelenti, hogy a kettő között talán kicsit közelebb a felhasználóinkhoz, akik tulajdonképpen maguk is az esetek nagy többségében szolgáltatók voltak. Például akár a Szűvis, vagy más Élgav, Gerinfor, mindenki további szolgáltató volt. Éppen ezért itt a senki földjén ráadásul egy olyan tevékenységet végeztünk, amire én mindig azt szoktam mondani, hogy a történelem lapjaira nem kerül. Senki nem fogja beírni, hogy egy telepítés tervezéskor a számítógép termet prímán megtervezték, esetleg egy héttel előbb kész lett, esetleg egy R35-ös generátor nem egy hónap után tépte ki magát a 40 centi vastag betonból, hanem csak két hónappal később, ugye, mert annyira jól központosítva volt, és így tovább. Vagy pedig a számítógépet 10 perccel előbb megjavította egy nagyon okos kollega, ezt se tudja senki, mert azt se tudjuk, hogy 10 perccel előbb javította-e meg. Tehát ezzel nem lehet kerülni, ezzel a tevékenységgel, amit mi végeztünk, a történelem lapjaira, éppen ezért pont ez a nagy műhely sorozat az, ami alkalmas ennek mégiscsak a megtárgyalására. Ebből a speciális helyzetünkből adódóan én azt gondolom, hogy ez a műhely egyúttal egy nagyon-nagyon különleges közösségépítő műhely is volt, tehát olyan kohézió volt a közöttünk, az emberek között, ami szerintem különlegessé teszi, és egy kicsit nem azt akarom mondani, hogy teljesen egyedivé, de mégiscsak sajátossá teszi a mi kis műhelyünket. Úgyhogy én azt mondom, vágjunk bele, nyissuk fel a mi kis történelem könyvünket, amelynek én azt a címet adtam, Kis hősök nagy sztorikkal. No, hát szakmailag kezdjük a KH-tól. A KH számunkra 1964. április 7. Thomas Watson Jr., az IBM elnök vezérigazgatója,
bejelenti a System per 360-as gépcsaládot, amely az én véleményem szerint a számítástechnika történetében is egy történelmi lépés, és az IBM történetében is máig ható lépés. A szakmai szempontból a szakma itt két részre oszlik, vagy két irányba halad egymással ettől kezdve. Az egyik nagyon hasonlít a mai autóiparhoz. Az egyik irány a Forma 1, azaz a mérnökcsapatok versenye, amely kezdődött a CDC 6600-zal, és jelenleg éppen 2013 év végén egy kínai gép volt a szuperszámítógép, amely éppen egy IBM alapú amerikai géptől vette át ezt az első pozíciót. Tehát ez az egyik, a Forma 1. A másik az alkalmazotti számítástechnika, amely ugye a 360-as bejelentése mit hozott a számunkra? Hát egyrészt egy szabványosítást, egy modularitást, skálázhatóság és a kompatibilitás. És ezek a feltételek, amelyek természetesen tudjuk, hogy az IBM versenytársainak is nagyon előnyös volt, de a legelőnyösebb az egész szakmának, hiszen ettől kezdve egy olyan elképesztő, extenzív fejlődés indul meg a szakmában, sőt, és ez a lényeg, nem csak a szakmában, hanem ennek hatására a gazdaság minden szereplője számára először csak lehetőségként jelenik meg a számítástechnika használata, majd elképesztő rövid időn belül szükségszerűség a használata. Egyszerűen aki nem használja a számítástechnika vívmányait, az lemarad ebben a versenyben. Ebben a rendkívül gyorsan fejlődő és a számítástechnika által generált fejlődésben ugye a két részre oszlott világban nekünk itt a keleti oldalon bizony, hát nyilvánvaló, hogy komoly kihívást jelentett. Ugye az 50-es évek szovjet szemlélete, amikor még szabályosan áltudománynak nevezik a számítástechnikát a sztálini időkben, és nevetségesnek tartják az egészet. Hát a 60-as évek végére eljutnak oda a kedves vezetők, hogy legalább a fejüket el kell kezdeni vakarni. No, hogy ennek a fejvakarásnak mi is a vége, és hogyan is alakultunk mi meg, ahhoz a János az igazi megélő, tanú és résztvevő is. Át is adom a szót. Köszönöm szépen. Szeretettel üdvözlöm minden kedves kollégámat. Egy történettel kezdeném. Valamikor az 1500-as évek elején hosszú életet élt meg Prágában egy híres ideológus, természettudományokkal is foglalkozott, matematikával, csillagászattal, műszaki tudományokkal, mechanikával. Bizonyos Jehuda Löw Bin Bezalel. Prágának volt a főrabbia, sőt Csehországé is, és egy alkalommal sétálgatott a Moldova partján, a víz által kivetett agyagból egy szobrot készített, jó nagy szobrot, elnevezte Gólemnek. Tehát ez a gólem élettelen volt, héberül egyébként élettelen, alaktalant jelent. Gondolkodott sokat, és mivel jártas volt a különböző tudományokban, ezért egy szentkönyvből kitépett egy lapot, ez az élettelen gólemnek a szájába helyezte, belefújt egyet, ez életre kelt, és szombatonként őt szolgálta. Picit ugorjunk a legújabb kor kezdetén. Élt egy másik ideológus, marxista volt, mérnök volt az illető, tehát természettudományokkal foglalkozott, gépészmérnökit is végzett, meg textiliparit is. Foglalkozására nézve miniszterelnök, úgy hívták, hogy Alekszej Nyikolájevics Koszigin. Egy alkalommal sétálgatott a Moszkva folyó partján, agyag ott is volt, ő is csinált egy gólemet, hiszen emlékezett nagy ideológus és
természettudós elégyére, és egy szent könyvből, valamelyik marxi műből, ő is csinált egy tölcsért, belefújt, és a gólem megmozdult. Ugye járni nem tudott, szolgálni nem tudott, de rögtön hívta barátait, a többi szocialista országból lévő kormányfőt, ez 1969-ben volt, és mondta, hogy itt valamit kéne csinálni. Na hát ebből alakult meg a Számítástechnikai Kormányközi Bizottság. Rögtön elhatározták, hogy ki mit fog csinálni belőle, hát persze az agyat, azt a szovjetek csinálták, a szemet azt mind ragyogó optikusok a németek, mindig is kiválóan vizsgáltak mindent, jó nagy optikán keresztül. Mint Moszkva az igen közelállók, mágnesesen közelállók, a perifériákat a bulgárok stoppolták le, a lengyelek a külső perifériákat, mi magyarok mindig egy picit távol voltunk ezektől, ezek nekünk a távadatfeldolgozás jutott. Az országoknak megalakultak a nemzeti tagozataik is. A magyar tagozatot Számítástechnikai Tárcaközi Bizottságnak nevezték, és ez egy külön kormányprogramként működött. Vezetője Sebestyén János volt az OMFB általános elnök helyettese, akire szívesen emlékszem, az 1960-as évektől kezdődően állítom mind a mai napig ilyen szintű iparpolitikus ennek az országnak nem volt. A motorja, a gerjesztője, az előrevívője az OMFB-be Zentai Béla főosztályvezető volt, hihetetlen energiájú ember, hatalmas, szinte gólemszerűen hatalmas, tele ésszel, energiával és jó indulattal. Amikor olvastam Barabási Albert Lászlónak a hálózatelmélet könyvét, és arról ír, hogy csomópontok jelennek meg olyan emberekből, akikhez nagyon sok információ fut be, és nagyon sok információt továbbítanak. Ez ritka embertípus. Amikor ezt olvastam, egyből a Zentai Béla jutott eszembe. Egész kivételes képességű volt. A titkárságot Pál László üzemeltette, akit azért már jól ismerünk mindannyian, hiszen utána ipari miniszter volt, ő is egy egészen kiváló ember volt, nagyon sokat tett a magyar érdekekért. A tárcákhoz voltak felosztva a különböző fejezetek. Az alkalmazásért a KSH felelt, a Kó- és Gépipari Minisztérium az iparért, azért a bizonyos hat nagy vállalatért. A legelsőt megemlítem a videótont, aki a számítógépeket gyártotta. A koordinációja az SKI, illetve az OMFB, az oktatásért és az alkalmazásért, azt említettem, a KSH. Nagyon sokrétű volt a kormányprogram, külön elszámolással tartozott ezért a miniszterelnökséghez, és ma is állítom, hogy a számítástechnika magyarországi bevezetés alkalmazását igen sokban segítette elő, azokkal a nagy hátrányokkal együtt, amit nem amikkel szemben nem kis mértékben nekünk kellett megküzdenünk. Hát néhány szót szeretnék szólni akkor az OSZV megalakulásáról. Minden országban NOTO szervezetek alakultak. Ezeknek a feladata a komplex műszaki kiszolgálás volt. Emellett a NOTO OSV az import számítógépek forgalmazását is feladatul kapta. Ennek praktikus okai voltak. Addig, míg a magyar exportot igen jó áron lehetett eladni, célszerű volt, hogy más tárcához tartozóan legyen az export, és az import. Így nem lehetett a reklamációkat azonos szintre vinni, tehát ha mi valamit nem teljesítettünk mondjuk Bulgáriába vagy a Szovjetunióba, akkor nem tudtak viszont válaszként ugyanannál a tárcánál jelentkezni, tehát ez volt az egyik praktikus ok, ami a műszaki kiszolgálást illeti. A másik, hogy
Magyarország végig sikerrel tiltakozott és megakadályozta a sokoldalú árjegyzéket, így mindig kétoldalú külkereskedelmi magájogi tárgyalásokon realizálódott az árucsereforgalom. Ez azért volt fontos, mert sokkal jobb árarányokat értünk el az exportunkkal, mint ahogy az importunkat teljesítettük. A teljesítés kontingens-szerű volt, kötelező volt. A problémát úgy oldottuk fel, hogy mindig valamilyen használható berendezést tettünk. Ez legtöbbször a János által említett IBM 360-as egy leszerelt változata volt, amit már egyébként nem piacképes, de feljavított változata volt. Ehhez valamilyen ideológiát tettünk, hogy Magyarországon ikerprocesszoros fejlesztés folyik. Ennyi iker nem született sehol a világon. A szovjet és bulgár gépekkel raktuk össze. Ez úgy történt, hogy nagyon szép virágcsokorral teli átadások voltak az egyik teremben, amikor a szovjet gépeket átadtuk, a másik teremben pedig másnaptól használták az IBM-et. Lehet, hogy már nem ikerprocesszoros változatban. Állami támogatások voltak a gépek, másképpen senki soha nem vette volna meg, sőt az is kellett hozzá, hogy mondom, a tőkés gépeket hozzá tudjuk adni. Az OSV egyébként hát a tipikus Prügelknábe gyerek volt, ez a verve vert fiú fordítással, tehát a megalakulásától kezdve, ez egyébként együtt elmondok, hogy az arisztokrata családoknál egy polgári származású gyereket tettek mindig az arisztokrata gyermek mellé, hogyha a kis herceg gyermek helytelenkedett, akkor a másikat verték el, hogy azért átérezze annak a felelősségét is. Hát mi voltunk az elvert gyerek, mert ezeket a gépeket üzemelteti hihetetlen nagy energiába került, egyáltalán üzembe helyezni, amit bevetített a Kutor Laci, amit Fokjenőnek mondtam, azt ma is komolyan gondolom, hát nem lehetett őket belökni egy mély gödörbe, lehet, hogy az lett volna a legjobb, és csak az IBM gépeket, de hangsúlyozom, Magyarországnak megérte. A számítástechnika kultúrája, a társadalmi gazdasági élet minden szférában igen gyorsan bedifundált, és amikor a rendszerváltás után szabadon jöhettek a számítógépek, akkor egy igen felkészült szakmai gárda várta ezeket a berendezéseket. Ismertek voltak a berendezések. Erre az itt ülők jóval több példát tudnának mondani, mint én. Én csak egyet mondok, hogy amikor a digitál megjelent Magyarországon, és a tárgyalás vége, egy műszaki tárgyalás vége megkérdezték, hogy van-e kérdés, és akkor néhány kérdést föltették, egy szót nem tudtak olyanra válaszolni, nálunk áramkörű szintű ismeretekkel rendelkeztek a kollégáim. Itt ül a teremben az a kollega, akinek az első PC-t két napra oda tudtuk adni, ami bejöttett Magyarországra, valami autóba bejött, és két nap múlva visszament. Két nap alatt az egész számítógépet áramkörével együtt tökéletesen ismerte. Hol a Lovák Pista? Valahol itt van. Itt van. Emlékszel rá. Le tudták rajzolni. Tudtotok mindent akkor arról a számítógépről. Éjjel-nappal csináltátok páran. Keserves időszaka volt ez a számítástechnikának. Sok kudarccal teli volt. De szép időszak is. Annyit szeretnék hozzátenni, hogy a később számalk, az OSV vezetője, az alapítója Bálint Róbert volt. Kivételes egyéniség, egy igazi alapító, egy hallatlan, intelligens ember, jellemző rá, hogy 80 szóval felsőfokon beszélt egy nyelvet, ehhez kérem, ezt komolyan gondolom, ez intelligencia kell. Remekül az intellektus áttükröződött, és sokszor mogorva stílusa mögött egy nagyon jó indulatú ember volt. Őszintén örülünk, sokan örülünk, itt ma is elhangzott néhányunk részéről, hogy
mellette dolgozhattunk és tanulhattunk tőle. Azt is elmondom, hogy ma is méltatlannak és méltánytalannak érzem azt, ahogy a vezetés, az OSZV vezetéséből eltávolították, nagyon nem értettünk egyet vele. Rá jellemző, hogy utána is megállt a lábán, 60 évesen egy új ágazatot indított be az ITV-nél, vagy amikor a rendszerváltás jött, a Kertner Strasse egyik mellékutcájában Bálint Robertnek volt először irodája, és bizony a számítógépkereskedelmet is indította. Szeretnék még valakiről megemlékezni, akit saját mesteremnek érzek, sokat tanulhattam róla, és ha már ide szólított a sors, hogy itt pár szót szólhatok, akkor visszaélek ezzel a türelemmel, a dékán párról szeretnék, aki egy rendkívül kultúrált, tőle tanulta meg leveleket írni. Azt mondta, hogy most már ez egy kultúrlevél, ezt elküldheted. Nagyon jó indulatú, nagyon széles látókörű ember volt. Őre is hálával emlékezem. Én még egyszer vissza fogok jönni ide, amikor az alkatrészellátásról beszélek, úgyhogy köszönöm az eddigi figyelmet, remélem nem értem vissza a türelemmel. Köszönöm szépen!